a reggeli. A Civil Rádió ébresztője 7-től 9-ig. A civil szervezetek olyan ügyekkel foglalkoznak, amikre mások, köztük például az állam sem fordít elegendő figyelmet, ezért inkább támogatást, semmint támadást érdemelnének a kormánytól. A kormányzat ennek ellenére ugye egy civilellenes kampányt indított, egy békés, amire ugye egy békés közös állásfoglalást tartalmazó szöveget fogalmaztak meg különböző szervezetek, és ehhez mostanra közel 200 civil szervezet csatlakozott. Ez azonban a civil ellenes kormány propagandát nem nagyon érintette meg, tehát változatlanul intenzíven folyik, aminek az értelmét, hát őszintén szólva, hát nem elég nyilvánvaló, hogy tulajdonképpen mi is a cél, mert amíg például a Brüsszel ellenességet, vagy mondjuk a migráns kérdésnek a hisztéria szinten tartását, egyértelműen az ember sejti, hogy már kampány, hát fogás, tehát tulajdonképpen ez már a jövő évi parlamenti választásokkal kapcsolatos kampánynak a része, addig a civil ellenességet legalábbis én egyértelműen nem látom hasznos kampányfogásnak legalábbis, de nem biztos, hogy nekem van igazam. Köszöntöm Merényen Miklóst, a K-Monitor újságíróját a telefonvonalban. Szóval ez is már valamilyen kampány akar lenni, és egyáltalán akkor ez jó vagy rossz kampányfogás? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Nem szeretnék a választási kampányok szakértőjének a szerepében tenni. Én egy civil szervezetnek vagyok a munkatársa, és igazából furcsa ez most, ez a kampány, ami ellenünk indult, ugye az év eleje óta, amikor a miniszterelnök úr megkérdette a lázadás évét, és hát ki kell lázadunk, hát éppen a civil szervezetek ellen. Én azt gondolom, hogy ebben az ügyben mi most igazából könnyű dolgunk van, és jól kommunikálunk akkor, amikor ebben a nyílt levélben is két pontot emelünk ki. Az egyik ugye az, amit ön is említett, és ezt talán a civil rádió hallgatóinak nem kell hosszasan ecsetelnem, hogy miért pontosak a civil szervezetek a magyar társadalom számára, milyen olyan ügyek vannak, amikből az állam kivonult, vagy egyáltalán például a rendszerváltáskor nem is vonult be igazán, mint mondjuk a hajléktalan ellátás kérdése, ahol ott vannak a civilek, és a civilek tartják a frontot. És hát a környezetvédelemben se nagyon, ugye? Sorolhatnánk ezeket a dolgokat. Én a másik dolog, amit pedig hangsúlyozni szerettünk volna ebben az állásfoglalásban, az pedig az, hogy nincsenek jó civilek, rossz civilek, nemzeti civilek és nemzetietlen civilek, és ezt tulajdonképpen az aláírók is mutatják. Tehát általában egy nyílt levélnél, legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy nem is feltétlenül maga a szöveg a fontos, hanem általában az, hogy kik írják alá, és itt ez a 200 szervezet, ez nem csak a, nem tudom én, a megtámadott NGO-k, hogy nevezzük őket így, hanem ez fölvonultatja a magyar civil társadalomnak a széles spektrumát. Egyszerűen azok a szervezetek, és nyilván ez egy hosszasabb folyamat, tehát amikor ez kikerült az elevél, akkor még 100 aláíró volt, és ez folyamatosan jönnek a csatlakozók. Ugye ismerjük, hogy tehát aki látott már civil szervezetből, az tudja, hogy egy civil szervezetnek a döntési mechanizmus ez úgy néz ki, hogy jön egy ilyen felkérés, vagy egy ilyen szándék, hogy csatlakozunk ez a levélhez, akkor a dolgozók azok leülnek, és megbeszélik azt, hogy ez felvállalható-e, jó-e, nem okoz-e mondjuk kárt valamilyen állami finanszírozásnál, vagy pályázatnál, és döntenek. Tehát a civilek azok nem a pénz miatt civilek, nem azért, mert lehet, hogy magából indul ki a kormány, akkor azt gondolhatja, hogy egy politikában mindenki valakinek az érdekét képviseli. A civilek azok szabadon, függetlenül szeretnének valamilyen számukra fontos ügyet képviselni, és igazából ezek a civil szervezetek, akik mondjuk akár nem is vesznek igénybe külföldi forrásokat, vagy nem pályáznak külföldi donoroktól, ők is
fontosnak gondolták azt, hogy csatlakozzanak, hogy ezt az ügyképviseletet szabadon függetlenül továbbra is megtehessék. Ez a két pont volt, amit kommunikálni akartunk. Ugye foghatjuk úgy is, vagy felfoghatjuk úgy is, hogy erre volt már válasz a 200 civil szervezet csatlakozásával nyilvánosságra hozott állásfoglalásra a Század Végnek egy tanulmánya, amely a civilek nagy nemzetközi hálózatosodását, tudatos társadalombomlasztó szerepét bizonygatja. Mit ír még ez a ragyogó tanulmány? Mi minek a következménye, ez nehéz, és ezért is mondtam, hogy ez a mostani kampány, ez azért nem egy hagyományos, tehát nem az van, hogy ránk fordították a fegyvereket, és folyamatosan tüzelnek, hanem ugye volt ez a német Szilárdi nyilatkozat az eltakarítással, aztán szerintem ők is érezték, hogy az nem jól rezonált a közvéleményben, és akkor azóta például szerintem ez a századék tanulmány, ez egy ilyen megváltozott stratégiának lehet a lenyomata, ami egy tudományos igazolást próbál adni a civilek elleni, akár még ugye nem tudjuk, hogy milyen retorzióknak, vagy szabályozásoknak, és tehát ez a tanulmány, ez igazából, hogyha lebontjuk róla azt a szintet, hogy azért implicite ott van benne, hogy hát ezek a szervezetek, ezek hazárulók, az explicit része az, hogy lobby cégként kellene kezelni az NGO-kat. Ez egy nagyon vicces dolog, és erről írtunk is, amikor kijött ez a tanulmány a blogunkra, hogy ezt tudni kell, hogy Magyarországon 2010 óta nincs egy normális lobby szabályozás. Igen. Volt egy lobby törvény, ami nem volt igazán használható, vagy nem a törvényalkotó szándék az miért tenyolható volt, egyébként egy európai megoldást jelentett volna, de egyszerűen ezt nem lehetett betartatni abban a formában. A Fidesz ezt megszüntette, eltörölt, és azóta nem rakta rendbe a lobby szabályozást. Tehát nagyon nehéz megérteni, vagy nagyon nehéz látni azt, hogy hogyan lehetne ma Magyarországon a lobby cégként kezelni a civileket. Hogyha egyébként elvonatkoztatunk attól az egyszerű ténytől, amivel én is egyébként a munkám során rendszeresen találkozom, hogy nagyon nehéz egyébként még a kapcsolatot is felvenni az állami szervezeteknek a vezetőivel, vagy akár egyszerű kérdésekre választ kapni. Tehát talában az is adatigénylésekbe és ilyen mindenféle pereskedésekbe fordul, hogyha egyébként akár csak a közpénzeknek a felhasználását és szerződéseket akarnánk meglátni. Tehát nekem most például legutóbb volt egy ilyen tapasztalatom, hogy egyébként az átláthatósággal kapcsolatos egy ilyen országos önkormányzati portál kapcsán érdeklődtem volna, és azt mondták, hogy nem. Így azért nyilván nagyon nehéz befolyásolni, és ugye amit meg hangsúlyozni szeretnék, hogy nincs lobby törvény, tehát így pont nem tudom, hogy pontosan hogy lehetne, tehát hogy még leülök, elképzelhetetlen, de hogyha nem tudom, leülök egy osztályvezetővel, vagy egy államtitkár, és nem tudom, egy konkrét mondjuk szakpolitikai kérdésben szeretnék akár vele eszmét cserélni, akkor neki nem kell ezt felírnia, hogy ő velem találkozott, és nem tudom, ettől eddig erről és erről beszéltünk, ahogy ezt egyébként más azokban az országokban, ahol van lobby törvény, ezt meg kellene tenni, vagy egyébként a korábbi lobby törvény alapján meg kellett tenni. Tehát például, hogyha mondjuk Mészáros Lőrinc az bemegy a Földművelésügyi Minisztériumba, és ott a földügyekért felelős államtitkára megiszik egy kávét, és nem széles most, hogy aki jön az épületbe, és azt mondja, hogy csak kávéztunk, ugye volt ez a történet, akkor arról ugye semmilyen írásos feljegyzés nem történik, és soha az életben nem fog kiderülni az, hogy Mészáros Lőrinc tényleg csak kávézott-e az államtitkára, avagy egyébként megpróbált elnyomást gyakorolni bizonyos... Bár tegyük hozzá, hogy ilyen alkalmak után pár nappal kiderül, hogy fél Tokaj hegy alját megvette. Lehetett az oka. De ugye az van, hogy és egyébként nagyon érdekes a sztori, mert ugye a megtámadott szervezetek azok egyébként rögtön ezután, tehát 2010 óta több alkalommal fölhívták a figyelmet erre, hogy szükség lenne egy ilyen lobby törvényre. És egyébként mi nem azt mondjuk, hogy ne változzon a szabályozás, tehát hogyha létrejön egy ilyen lobby törvény, és ott egyébként nekünk is mondjuk a mi találkozóinkat is tüntetnék más találkozókkal együtt, ezt mi üdvözölnénk, ez egy nagyon jó elmozdulás lenne a jelenlegi helyzethez képest, viszont az elképesztő lenne, hogyha azt látnánk, hogy egyébként csak ezeknek a
egyébként átláthatósági szabályozásoknak a megváltoztatásáért szót emelő szervezeteknek kellene, vagy őket tekintenék lobbistának, és senki más nem. Igen. Még egy kérdésre maradt idő, hogy egyáltalán van ennek értelme, tehát tényleg hozhat szavazatokat ez a kampány, a civil ellenes kampány? Én nagyon remélem, hogy nem. Mi megpróbáljuk bemutatni azokat az erőfeszítéseket, azokat az ügyeket, amikben a civilek egyébként tényleg megkerülhetetlen szereplői a magyar társadalom életének. Én azt gondolom, hogy a kommunikációs, ezek még próbálkozások, és a kommunikációs csapás irány az nagyjából az, hogy olyan ügyekkel próbálják a civilek, tehát akár a nem tudom, külföldi támogatást igénybe vevő civileket leszalámizni a többi civil szervezetről, meg úgy általában a társadalomtól, hogy ők olyan ügyekben képviselnek a kormánnyal ellentétes álláspontot, mint mondjuk a migrációs válság, az azonos neműek házasság, vagy a drogliberalizáció, és ezekben az ügyek, vagy ezekkel az ügyekkel próbálják riogatni a közvéleményt, hogy ezek a civilek, ezek mind ugye ezekben az ügyekben foglalnak el egy liberális álláspontot, és egyébként most az utóbbi napokban Nakel Monitornak a neve is már bekerült ebbe a rotációba, amit mondjuk a keresztelződvégtanulmány is emleget. Hát én 100%-os bizonyossággal kijelenthetem, hogy a Nakel Monitor még csak közvetve se foglalt soha állást ezekben a kérdésekben. Uh-huh. Tehát magánvéleményünk van ezekben a dolgokban, de a Nakel Monitor tevékenysége az alapvetően, ahogy ugye egyébként a honlapunkon olvasható, egyébként a támogatóink mellett, a Nakel Monitor tevékenysége az a közpénzek átlátható felhasználásért és korrupció visszaszorításáért történik. Én nem látom azt, hogy milyen összefüggés lenne ezekkel a fent megjelölt ügyekkel. Ha a kormánynak sikerül azt a látszatot keltenie, vagy legalább a saját választóit meggyőzni arra, hogy ezek a szervezetek, ezek valóban nem tudom, radikális, és társadalom ellenes eszemben használt ezt a nézeteket vallanak, akkor sikerrel jár. Mi abban bízunk, hogy ez nem sikerül, és nem sikerülhet. Én is ebben bízom, meg szerintem remélem, hogy a legtöbben ebben bízunk. Köszönöm szépen Merényi Ján Miklósnak, a K-Monitor újságírójának, hogy újra rendelkezésünkre állt. Jó napot, viszont halása!